Kedves nézőink, itt vagyunk a Kossuth téren, itt aludtunk a német házaspárral, hárman, és reggel arra a hírre ébredtem, hogy a Népszava a következő cikket hozza le. És ezt azért olvasom fel önöknek, mert mindenki szeretnék figyelmeztetni arra, hogy komoly gazdasági problémák vannak, és a Brüsszel a korrupciót ugye látja, hogy azért is vannak gazdasági problémák, mert eltűnnek a pénzek olyan helyekre, ahova nem kellenének, hogy eltűnjenek. És hogyha az emberek nem jönnek ki, és a magyarok nem oldják meg a korrupciós kérdéseket, akkor Brüsszel úgy tudja megoldani, hogy befagyasztja a pénz adást Magyarország felé, és akkor nagy áremelkedés lesz, és mindenki nagyon fog szenvedni. Tehát meg kellene akadályozni, hogy ezen a pénzmegvonáson kívül újabb pénzmegvonásokat eszközöljön Brüsszel, itt a helyzet rendezése miatt, és ez csak önökön múlik, tehát nem tudunk mi itt hárman túl sokat csinálni, csak akkor lehet megoldani a dolgokat, hogyha önök is kijönnek. Most Feri, megkérnélek, hogy a telefonodat élesítsd be, mert nem látom a cikket, eltűnt a cikk, addig mondom a szöveget. Tehát itt nagyon sokan jönnek, mennek, jó a hangulat a Kossuth téren, és 23-án ingyenesen lehet bejönni, 9 órakor lesz zászlófelvonás, és ingyenesen lehet bejönni a parlamentbe, tehát mindenki jöhet ingyen parlamentet nézni. De nem a szépség a lényeg, hanem a pénz a fontos, hogy legyen az embereknek ennivalóra pénze meg lakásra. Úgyhogy most akkor felolvastam ezt a cikket. Brüsszel felfüggesztette 3 támogatási alap számláinak kifizetését, mert korrupciót, visszaélést sejtenek. Nagyon sok pénzről van szó, már a költségvetés egyensúlya is veszélyben van. Technikailag felfüggesztettek Brüsszelben 3 magyar uniós programot. Azaz nem fogadnak be ezekhez kapcsolódó számlákat, és nem is utalnak pénzt. Az Európai Bizottságnál, EB, arra számítanak, hogy 2 hónapon belül meg tudnak egyezni a magyar kormánnyal, legalábbis erről értesült a G7 internetes portál. A befagyasztás a gazdaságfejlesztési és innovációs, ez nagyon fontos, ugye az innováció, a környezeti és energiahatékonysági, ez is nagyon fontos terület, illetve a terület és területfejlesztési operatív programot érinti. Az ezeken a területeken tapasztalt szabálytalanságok miatt az Európai Bizottság idén már egy figyelmeztető levelet, warning letter, küldött a magyar kormánynak. Ennek hatására lépett is a kabinet, a magyar közöny hétfői számában megjelent, hogy a kormány jóváhagyta a legnagyobb keretösszegű program, a GINOB módosításáról szóló javaslatot, de ennek tartalmát nem közölték. A GINOB az a gazdaságfejlesztési és innovációs program, tehát az első a 3-ból, amit felolvastam az előbb. GINOB a angol rövidítése ennek a gazdaságfejlesztési és innovációs programnak. Tehát a Brüsszel változtatást kért, és azonnal reagálta a magyar kormány, jóvá hagyta a magyar kormány a legnagyobb keretösszegű program, a GINOB módosításáról szóló javaslatát Brüsszelnek. De a tartalmát nem közölték. Az Európai Bizottság figyelmeztető levelében a bizottság rendszer szintű szabálytalanságokat fedezett fel a magyar pályázati rendszerben, mondta lapunk érdeklődésére Mesterházi Attila. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának szocialista tagja emlékeztetett arra, hogy szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek a Brüsszel által megbízott szakemberek, akik azt tapasztalták, hogy alig van szabályosan megvalósított pályázat. Nagy számú korrupcióra utaló jelet találtak, és számos helyen visszaélést gyanítanak. Amelyre a magyar kormánynak magyarázatot kell adnia. És arról is be kell számolniuk, hogy mit tesznek a pályázati rendszer kijavítása érdekében. Pillanatnyilag 500 milliárd forint lehet az az összeg, amelynek kifizetése problematikus lehet. 500 milliárd forint az nagyon nagy összeg. Jelenleg a magyar adósság összesen, tehát az Magyarország adósága 28.592 milliárd forint, amit 1990 óta halmoztunk fel. Tehát ebből lehet látni 28.590-hez hogyan viszonyul ez az 500 milliárd. Igen nagy összeg, hogy hirtelen egyszerre ennyivel kevesebb lesz a költségvetésben. Az elkövetett visszaélések egy részét a magyar kormány nem ismeri el, ehelyett azt az ismert receptet kívánja alkalmazni, hogy a szokásos csatornákon mindezt a bevándorláspártiak bosszújának tüntetik majd fel. Ugye nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy korrupció van. Most nem lehet összekeverni a migrációs problémát a konfliktus Brüsszel és Magyarország között, amiben én is a kormány álláspontját tartom helyesnek, tehát hogy ide gazdasági bevándorlókat ne
rakjanak erőszakkal. Ez teljesen helyes az Orbán Viktorék részéről, hogy ezt nem akarják, mert a magyarországi lakosságot nem lehet összeturmixolni más népekkel erővel. Az más, hogyha valaki szerelemből ide házasodik, azt természetesen befogadjuk szeretettel, de csak azért, mert egyes háttérhatalmi embereknek az az érdekük, hogy a nemzeteket feloldják, azért nem fogadunk be mindenféle nációt, gazdasági menekültet, a háborús menekülteket azokat természetesen időre befogadjuk, mert az emberjogi kötelességünk, de itt nem arról van szó, itt egyszerűen arról van szó, hogy korrupció van, és a korrupciót meg akarja fékezni Brüsszel. És igazuk van, tehát az ő adófizető pénzeikből itt korrupció történik, és ellopnak pénzeket. Hát én se adnék olyannak pénzt, aki nem arra költi, amire adom, fejlesztésre, hanem ellopja. Hát önök adnának? Most tényleg. A kormány már érzi, hogy a ki nem fizetett számlák miatt gond lehet a GDP arányos államadóság csökkentésével, fűzte hozzá Mesterházi Attila. Összesen idén mintegy 1200 milliárd forintnyi összeget előlegezett meg a kormány, 2016-2017-ben összesen 3000 milliárd forintot, tehát megelőlegezte a kormány. És utólag jön be a pénz Brüsszelből. De nem jön, mert most leállítják. A legutóbb közzétett augusztusi adatok szerint az önkormányzatok nélkül számolt államháztartási hiány 1646 milliárd forintra emelkedett. Amiben már ez a magyar kormányzat által kifizetett, de az Európai Unió által el nem számolt összegnek is jelentős szerepe lehet. Ennek elszámolása a Brüsszel által elfogadott hiányban nem számít bele, mert úgy veszik, hogy a számlákat benyújtották és kifizetésre várnak. Viszont ha december 31-ig nem sikerül megállapodni, mondta Mesterházi Attila, akkor már átléphetjük a 2018 évi költségvetésben a szereplő 2,4%-os GDP arányos hiánycélt. A kormány is érzékelte, hogy baj lehet, ezért visszavették az önkormányzatok számára már kiutalt uniós támogatási összegeket, ugye erről tudunk. És hasonlóan cselekedtek az állami vállalatoknál is. Pénzeik, tehát amiket visszautaltak az állami vállalatok is, meg az önkormányzatok is, most a magyar államkincstárnál pihennek. Egyébként az Európai Bizottság legfőképpen arra kíváncsi, hogy mi történt az Orbán Viktor kormányfő vejéhez köthető Elios közvilágítási és a 4-es metró pályáztatása ügyében. Ha itt bebizonyosodik a korrupció, akkor vagy vissza is kell fizetni a felvett támogatási pénzeket, vagy feljelentést kell tenni a kormánynak. A kisebb ügyekben a magyar kormány viszont egyességre juthat. Ennyi a cikk. Ez a Népszavában jelent meg. Most olvasom, 2018. október 17-én 8:14 jelent meg, tehát tegnap, de én csak most olvasom. És a lényeg az, ebben kedves hallgatók, nézők, hogy akik nem jönnek ide, és nem tiltakoznak a korrupció miatt, a devizahiteles problémák miatt, azok hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországtól az Európai Unió jogosan elvegyen pénzt. És önök lesznek hibásak azért, hogy fölmennek az árak, a közmű elektromos ára is, amiből ugye a kormány be fog tudni több pénzt szedni, adók, stb. Mert önök nem jönnek ide. És akkor ne siránkozzanak, hogy az Brüsszel nem fog küldeni pénzt. Önök a hibásak. Nem Brüsszelnek kéne helyre tenni a magyar kormányt, hanem a magyaroknak, mert a mi kormányunk. Tehát nem lehet várni és azt várni, hogy majd valaki megcsinálja. Én egyedül nem tudom. A pártok, az ellenzéken lévő pártok egyharmad alatti arányban gyakorlatilag semmit nem tudnak csinálni. Beadnak törvénymódosítást, a Fidesz nevetve leszavazza. Tehát ha ezt valaki nem érti meg, hogy kétharmaddal van hatalmon a kormány, és azzal azt csinál, amit akar, és elszámoltathatatlan. A képviselők visszahívhatatlanok. 2022-ig hatalmon maradnak, hogyha ülünk a fenekünkön, akkor nem tudom, tehát akkor baj van az agyakkal. De nem buták a magyar emberek, tehát nem arról van szó, hanem egyszerűen félnek, meg lusták, meg azt hiszik, hogy nem lehet semmit se csinálni. Tehát itt van a német házaspár is, lehet valamit csinálni, ide lehet jönni, és itt lehet sátorozni, és lehet tiltakozni. Ezt tudom mondani, hogy itt van október 23-a a forradalom ünnepe, hát most is egy forradalmat kell csinálni, nem olyat, mint akkor 1956-ban fegyverrel, és nem a szovjet bolsevik elnyomás ellen, hanem most intellektuálisan, szellemi szinten ezek ellen a korrupciós dolgok ellen, ami tönkreteszik az országot. És egyre jobban adósodunk el,
2018-ban minden hónapban 320 milliárd forinttal adósodtunk el, és 2017-ben csak 82-vel. Tehát ez fokozódik folyamatosan. Az Fidesz nem teljesít jól, ők maguknak jól teljesítenek a zsebbe, de az országnak nem. Tehát kérek szépen mindenkit, hogy szedje össze magát, és tegyen időben, még mielőtt nagyon nagy lesz a baj, és Brüsszelből tényleg elzárják még jobban a csapokat, és itt államcsődszerű közeli állapot alakul ki. Nem kell ezt megvárni, mert ezt önök fogják megsínleni. Az országgyűlési képviselők, akik hatalmon vannak, azoknak rengeteg pénztartaléka van, őnekik nem lesz nagy gond. Maguknak igen, ha nem jönnek. Köszönjük szépen. Ferenc, te valamit mondanál-e? Pár szót, csak annyi, hogy milyen volt az éjszaka? Jó reggelt kívánok! Ismét élőben bejelentkezek a párommal. El voltunk éjszaka, nem fáztunk, szeretünk itt lenni. Gyertek ki, többen legyünk, jól érezzük magunkat. Ha másra nem, egy kis elbeszélgetésre. Kijöttök délelőtt, délután elmentek, már nekünk ez sokat számít. Ha délután jöttök ki, este felé mentek el, ez is már sokat számít, de valamit gyertek és kicsikét beszélgessünk, segítsetek rajtunk, hát ha valamit tudunk elérni. Ugye a legnagyobb probléma a deviza hiteles kilakoltatások Magyarországon, ez az első számú nagy probléma. Igen, hát szeretnénk, ha a deviza is megoldódna, mert azért most már elég volt, hogy ennyire uzsora kamatot kérnek vissza a bankok, nem beszélve most már még a kilakoltatások. Kicsikét gondoljatok bele, hogy máró hónapra elvesztitek a házatokat, és utána lehet kapkodni. Egy kicsikét érezzétek át a hajléktalanokat, hogy hol aludtak, most meg még azt a kis meledék helyet is elvették tőlük, elégették a ruhájukat, sajnos nem tehetnek róla. Most ővelük mi lesz? És ha a devizások, egyes devizások oda kerülnek, akkor sajnos hol alszunk? Hova tesznek el bennünket? Ezért kellene összefogni, és légy szíves, gyertek ki. Ha nem akartok itt aludni, egy kis beszélgetésre. De mutassátok meg magatokat, hogy ti is itt vagytok, és képviseltek bennünket. Köszönjük szépen! Főleg a budapestiek közel vannak, tehát munka után ide tudnak jönni. Ha ti tudtok itt nadrágot váltani, mindenféle kényelmetlenséget vállalni, akkor egy budapesti csak már föl tud ülni a buszra, meg a metróra, vagy sétálva ki tud jönni, és 4 óra, 5 óra után szolidáris tud lenni azokkal, akiktől elrabolják a bankok család hitelekkel. Amit még Orbán Viktor is megmondott, ugye, hogy ez család hitel. A lakásaikat, tehát ezt a kormány is tudja, csak itt a bankok nagyon nagy nyomást gyakorolnak a kormányra, és itt ellennyomást kell a népnek gyakorolnia, hogy a mi nyomásunk erősebb legyen, mint a bankoknak a nyomása. Ezért kellene, hogy gyertek ki, és legyünk többen, beszélgessünk el. Még én is szeretném azt elmondani. Nagyon jó lenne, itt budapestiek, ti közel vagytok, közlekedés is jó. Gyertek ki, és akkor tudnánk valamit kezdeni, hogy ne legyen ez a sok kilakoltatás, és hát, ha meg lehet osztani azt, hogy mindenki, aki csak tud, jöjjön. Köszönöm szépen. Igen, hát 320 ezer ingatlant árvereztek el 2010 és 2017 között, és azóta folyamatosan nő ez a szám. Naponta lakoltatnak ki családokat, és egy olyan deviza elszámolású hitel miatt, ahol csak elszámolásban volt deviza, senki devizát nem látott, tehát nincs minek az árfolyam különbözetét elkérni a banknak. Befektették a mi pénzünket, és tulajdonképpen a bankok a mi ígérvényünk alapján jutottak devizához. Tehát teljesen fordítva van a dolog, mint aminek hazudják. A forintosítás nem forintosítás volt, hanem devizásítás volt. A forintosítás napján 2014-ben november elején 8 milliárd eurót adott az MNB a kereskedelmi bankoknak. Tehát, hogyha forintosítás lett volna, akkor még kellett volna eurót, 8 milliárd eurót adni a kereskedelmi bankoknak. Nem, akkor vettek a forintból, ami összegyűlt, a forint hiteles számlákon összegyűlt befizetett összeget, akkor konvertálták devizává.
Hát a forintosítás napján. Tehát ez nem forintosítás volt, hanem devizásítás volt. Tehát itt semmi nem igaz, amit mond a kormány, és pontosan tudja a Fidesz kormány is, hogy ez csalás. Sokszor elmondta Hósa Lajos is, Rogán Antal is, Orbán Viktor is, tehát ők is tudják, de a bankok nyomásának engednek, és nem a népet szolgálják. Tehát ha azt akarják az emberek, hogy a képviselők őket képviseljék, akkor ide kell jönniük, és nyomást kell gyakorolni a képviselőkre. De különben 900 ezer végrehajtás van csak hitellel kapcsolatos, tehát kölcsönnel kapcsolatos, hogy banki deviza vagy forinthitellel kapcsolatos, banki vagy pénzintézeti. Ugye vannak pénzintézetek, amelyek nem bankok, de ott is lehetett fölvenni hitelt. 900 ezer van. Végrehajtás. Azt jelenti, a hárommal számolva 2,7 millió ember érintett. Effektíve már végrehajtás alatt vannak ezek a szerződések. Tehát, és sokkal több olyan végrehajtás van, ami nem hitellel kapcsolatos, hanem olyan, amikor mit tudom, valaki parkol, és nem fizeti be a parkolási jegyet, és utána a BKV-ban, vagy a városi közlekedésben nem fizeti ki a jegyet, nem fizeti ki az internet számláját, mert kirúgták a munkahelyéről, és nem tudta fizetni 24 hónapon keresztül a hűségi idő alatt, vagy a telefonszámlája, vagy egyéb közmű, közös költség jóval több van, mint ez a 900 ezer. Körülbelül négyszer annyi van egyéb végrehajtás, de egyetlen egy önöket állítól a képviselő, országgyűlési képviselő sem kérte még ki, hiába mondtam már többnek is, hogy kérjék ki, hogy összesen mennyi végrehajtás van Magyarországon, nem csak hiteles, hanem nem hitellel kapcsolatos is, senki nem kérte ki, de a mi számításaink szerint körülbelül négyszer annyi van nem hiteles, mint hiteles, tehát ha 900 ezeret beszorzom 4-jel, az 3 millió 600 ezer, plusz a 900 ezer, az 4 millió 500 ezer végrehajtás van Magyarországon. Ez tragédia, és közben adósodunk el, és közben az Brüsszel most, mint ahogy el lett mondva, zárja el a csapokat. Most 500 milliárd forintról van szó. Hát mi lesz itt, emberek, ha nem mozdultok meg? Feriék miért tudnak megmozdulni? Mi különbözteti meg a Feri, az Évát tőletek? Azért, mert talán nagyobb a hitük, hogy ők képesek arra, hogy valamit változtassanak, de bennetek is legyen hit, hogy rajtatok múlik. 1956. október 23-án a magyar nép azt mondta, hogy elég abból az elnyomásból, amit el kellett szenvedniük a bolsevik, az is New Yorki bankárok által támogatott kommunisták által. Most a bankokkal szemben kell azt mondani a magyar népnek, hogy föllázadunk, és azt mondjuk, hogy nem fizetjük ezt ki. Nem fizetjük, mert csalás, és emberek, több ezer ember lett öngyilkos, több százezer ember menekült külföldre emiatt, hogy tudja fizetni, rengeteg, több tízezer ember betege miatt, van, aki sztrókba hal meg, van, aki infarktusba hal meg, és ti tétlenül ültök és nézitek, hát nem lehet ezt tétlenül ülni és nézni. Ki kell jönni, és azt kell mondani, hogy követeljük a magyar kormánytól, hogy a deviza elszámolású kilakoltatásokat és végrehajtásokat állítsa le, és ugyanúgy oldják meg a problémát, mint ahogy normális kultúrországokban megoldották. Országgyűlési szinten kell ezt megoldani, nem a bíróságokon, nem az a normális, hogy 1 millió 900 ezer ember vett fel devizahitelt, és ugye az önkormányzatokat nem számoltam ebbe bele, és azok mind menjenek bíróságra, ennyi tárgyalás legyen. Hát a bírók nem bírják ezt. Ezt országgyűlési szinten kell megoldani. De a Fidesz meg a KDNP csak akkor fogja megoldani rendesen, tehát kimondani, hogy csalás történt, amit 2013-ban ugye Mennyit Péter fel is jelentette a bankvezetőket. Azóta Polt Péter nem vizsgálta ki, már 5 éve lassan, ugye, sőt, több mint 5 éve be van adva a feljelentés, nem vizsgálta ki. Azért akkor fogja kivizsgálni, hogyha ide jöttök, akkor Polt Péter is elő fogja venni azt, amit Mennyit Péter feljelentésbe adott a banki vezetőkkel szembe. Most mit sírjunk, könyörögjünk, mit csináljunk, hogy gyertek ide? Legyen mindenki józan, gondolkozzon, nézzen előre, hogy egy hónap múlva mi fog történni, két hónap múlva mi fog történni, egy év múlva mi fog történni, ha tovább ül a székébe, és csak lájkol. De azért megköszönjük, ha lájkoljátok, meg főleg megköszönjük, ha osszátok, mert ez a Kossuth téri televízió, ez a, ami most van, ez a köztévé, ez mondja az igazságot, ez a telefon, ami itt van a kezemben. És ezt kell terjeszteni, az igazságot kell terjeszteni. Tehát aki ossza, azt azért hálásak vagyunk, de nem elég osztani, hanem ide ki kell jönni. Most nézik ezt összesen, pillanat, hogy hányan is nézik. Azt mondja, 36-an. 36-an nézitek Magyarországon a 10 millió emberből.
És akkor fogjuk többen nézni, hogyha osszátok. Én is befejezem a közvetítést, akkor elkezdem osztani, de nekem is van dolgom, el kell mennem. Tehát nagyon kérjük a segítséget, hogy mindenféle devizahiteles csoportba rakjátok be. Itt van a tábla, Orbán rezsim, bankterror. Ez nem azt jelenti, hogy nem mondjuk azt, hogy az MSZP benne van nyakig ebbe a dologba, teljes mértékben benne van, sőt, ő alattuk történt ugye a sok devizahitel felvétel, de hogy azt is tudni kell, hogy 2001-ben, júniusban lépett életbe az a törvény, ami megalapozta, és akkor a Fidesz volt kormányon, tehát ami megalapozta, hogy az emberek devizában eladósodhassanak akkor is, hogyha forint, van veszik fel a fizetésüket. Tehát azért a Fidesz benne volt ennek a dolognak a megágyazásában, az MSZP kormány volt a főhibás, a Gyurcsányéknak szólt is a svájci jegybank elnöke, hogy ezt ne csinálják, aztán hogy az IMF hitelt kapott a Gyurcsány kormány, hogy ezt a problémát rendezze, nem történt meg, tehát mi nem szocialisták vagyunk, mi nem Soros Bérencek vagyunk, mi nem DK küldöttek vagyunk itt a Kossuth téren, mi nemzeti érzésű magyar emberek vagyunk, akik látjuk, hogy mind a két fő nagy párt nyakig benne van ebben a dologban, és az LMP-től is most a Csárdi azt mondta, hogy ezt az árfolyam kockázatot egyharmadolni kell, hogy egyharmad teher az adósra jusson, egyharmad a bankra, egyharmad az államra. Nem, az államra ne jusson. A bankok csalták el ezt a pénzt, a bankok elég gazdagok ki fogják bírni, hogy az elcsalt pénzt azt nem csalhatják el. Nem szabad a költségvetés megterhelni ezzel a dologgal. A bankok fizessék ki a ellopott pénzeket. Ilyen egyszerű. De ehhez ti kellettek emberek, hogy ezt elérjük. Terjesszétek a tudást, nézzétek meg a hibrid nevű könyvet az interneten, az a neve a hibrid, mi a deviza elszámolású hitel valójában. Ez egy e-book, le lehet tölteni az internetről. Ott aztán el van magyarázva, hogy a bankok bűnszövetségben előre megfontolt szándékkal, haszonszerzés céljából követték el ezt az egészet, tehát pontosan tudták, hogy mekkora profitot lehet ezzel szerezni, hogy el lehet venni az embereknek az ingatlanjait, mert nem tudják visszafizetni a 3x-4x-es összeget, és ezt ők már kipróbálták Ausztráliában, meg más országokban, azt hiszem Dél-Amerikában, és pontosan tudták, hogy itt a magyar politikus elég korruptak és megvehetőek, és nem fogják megakadályozni, hogy a magyar népet kifosszák. Tehát a fő bűnösök a bankárok. A politikusok abban bűnösök, hogy ezt nem állították le. Sőt, az MNB programmal támogatta a kereskedelmi bankokat a swapolásban, tehát olyan programot adott az MNB a kereskedelmi bankoknak, ami a devizavásárlást, ugye mi forint igévényünkre alapozva tudtak devizát venni, derivátumokat létrehozni a társbankokkal, azt a Magyar Nemzeti Bank segítette a kereskedelmi bankokat ebben. Tehát a Magyar Nemzeti Bank is benne van ebben az egészben. Tehát egyszerűen eszméletlen, hogy mi történik a magyar néppel, de meg kell érteni az embereknek, és akkor tudnak ellenállni. Mondom, olvassátok el a hibrid, mi a deviza hitel, vagy a deviza elszámolású hitel valójában. Ez a könyvnek a címe. Katasztrofa, amikor az ember elolvassa, akkor majdnem agyvérzést kap, hogy mekkora csalás ez. És nagyon sajnálom, hogy nekem, mint orvosnak kell ilyenekkel foglalkoznom, és a közgazdászok, pénzügyi szakemberek nem nagyon virítanak itt a Kossuth téren, sőt, az ellenzéki pártok sem nagyon jönnek ide le. Magunkra vagyunk hagyva, de akkor is az ember azt mondja, hogy nem akarja, hogy Magyarország fele gyakorlatilag az utcára legyen rakva. És ki kell mondani az igazat, vállalni kell a kockázatot, az embernek itt kell aludnia, szenvednie kell egy kicsit, de én ma például 8:30-ig aludtam, és ezt a tütű autót, ami reggel itt fölmosott, nem is hallottam, én már olyan jól megszoktam ezt a Kossuth teret, hogy most már a tütű autó, ami reggel olyan 7 óra körül itt végigmossa, lehet látni a kövön a foltokat még, végigmossa a Kossuth teret, ezt én már meg se hallottam, mert már megszoktam, és 8:30-ig aludtam, jó meleg volt. Tehát ki lehet bírni, megéri ezt a kis szenvedés, hogy az ember nem tud elmenni reggel vécére, meg zuhanyozni, meg lehet mindent oldani, de persze nem kényelmes. Ennyit megér a haza, nem? Tehát 1848-ban háborúba mentek az emberek, lóra ültek, és hidegben voltak a jövések, menések, nagy csaták voltak, ide mentek lóval, oda mentek, voltak, akiknek nem is volt lova, hanem gyalogos volt, és harcoltak a magyar szabadságért. Tehát nem azt kellett nekik vállalni, hogy karcolásmentesen itt a meleg hálózsákba aludjanak, hanem sokkal-sokkal nagyobb áldozatokat hoztak 1848-ban, és 1956-ban is a magyarok. Úgyhogy magyarok, gondoljatok dicső őseitekre,
Árpád atyánkra is, aki 907-ben megnyerte a pozsonyi csatát. Ő is belehalt, meg a négy fiát is elvesztette a csatába kicsit később, csak megsebesült, és utána egy hónap múlva halt meg. Sok magyar adta az életét a hazáért, és ti meg otthon ültök, és abból éltek, amit mások kiharcoltak. És most is abból akartok élni, amit mi kiharcolunk? Nem lehet abból élni, ezt közösen kell csinálni. És egyébként se tudjuk mi kiharcolni. Az ellenzék meg nem tudja kiharcolni, semmit nem tud csinálni az ellenzék. Bead, beszél, leszavazzák. Hát ezt meg lehet érteni mindenkinek. És ha nem akarjátok, hogy további csapok legyenek ezzel a Brüsszelből, akkor álljatok talpra, időben. Most nézik, összesen 29-en. Biztos sokan dolgoznak, de ha hoztátok, akkor délután meg tudják nézni azok az emberek, akik elmentek munkába, és az is érthető, hogy aki tud dolgozni, az dolgozik. Leginkább a nyugdíjasokat várjuk, azokat a nyugdíjasokat, akiknek van idejük ide kijönni. Mert az unokáikról van szó, a gyerekeikről van szó, és ők azok, akik idővel bírnak. Tehát... Gyertek minél többen. Szeretettel várunk. Így van. Na, akkor befejezzük most ezt az élőid. Adást is osszátok, mert igen, itt bankterror van, és csak bankterrorral szemben fel kell lépni. Így van, nem kéne kimenni, hanem ki kell jönni a Kossuth térre. Itt írják a kommentelők. Én nem tudom sokszor nézni a kommenteket, amíg csinálom az élő közvetítést, mert egyszerűen nem bírok messze nézni, meg közel nézni, főleg mert szemüveges vagyok, de most így próbálom elolvasni, hogy mit írtak az emberek, pillanat. Azt mondja, itt integetnek sokan, ébresztő Magyarország, írja Klári, Kocskoszki Klári, Katarina Klára azt írja, teljesen igazad van, ezt nagyon nagy baj van az agyakkal. Szerintem a szívvel van, szívekkel van baj inkább. Az emberek nem buták, csak egyszerűen nincs hitük. Tehát a hitet kell visszaszerezni, hogy igenis, mi meg tudjuk változtatni a dolgokat. Nagyon akadozik az adás, írja valaki. 22-ig gyertek a Kossuth térre. Szerintem 23-án is itt kéne lenni a Kossuth téren, mert itt 9 órakor zászlófelvonás van, és utána nincs semmi, és utána be lehet menni a parlamentbe ingyen látogatni. Úgyhogy aki még nem volt a parlamentben, az jöjjön ingyen látogatni. És hát itt ki lehet rakni egyéni tiltakozást, ugye lehet csinálni. Gondolkozunk azon, hogy itt maradjunk 23-án. Hello, sziasztok! Hát igen, mindenkinek kell, úgy ahogy mondod, én mindig kint vagyok, igen. Kocskoszki Klára mindig kint van, és ő éhségsztrájkolt is a nemzetért. Na. Tehát körbe videózzuk a sátrat. Hozhattok molinót is, mert elég kevés a, főleg az idegen nyelvű szöveg. Magyarul van egy-két ilyen kis papír kirakva. Nem vagyunk túl gazdagok, tudunk szép nagy molinókat csinálni. Kicsit anyagilag is hozzájárulhattok, hogy legyen jobb molinó. Én szerintem valahogy össze kell szedni magunkat, és folytatni kell, hogy ha itt most nem érünk el túl nagy eredményt 23-án, akkor is kell folytatni. Tehát ahhoz is kell pénz, hogy legyen molinó. Itt bedob egy-két turista is eurót, nem sokat, abból nagyon nem tudunk venni molinót, de ha egy kicsit hazamegyünk, pihenünk, akkor ezt is meg lehet szervezni, és kellenek még ilyenek, mint ez a nagy sárga, több, így mind a négy égtáj felé, tehát a sátor mind a négy oldala fele kellene ilyen jó, ami bírja az esőt, mert ugye most már kicsit csöpögött is az eső, és most jön a hideg, hó. Úgyhogy molinóval is fel kéne szerelkeznünk. Ha tovább kell folytatni, sem jöttök ki elegen, és nem tudjuk itt most 22-én, 23-án akkora tömeggel térdre kényszeríteni a kormányt, amely tömegnek van nyomás gyakorlási képessége. Hogy készül a 22-ére, 23-ára? Írjatok valamit, hogy jöttök-e, hoztok-e molinót, fogtok-e tüntetni itt velünk. Legyetek egy kicsit aktívak, és mindenki csinálhat otthon ilyen élő közvetítést.
nem kell az a Kossuth téren állni, hogy az ember bekapcsolja ezt a telefont és élő közvetítést csináljon. Mondjátok el otthonról a véleményeteket, hogyha nem tudtok eljönni. Akinek van okos telefonja, az be tudja kapcsolni, a bejegyzésre kell rákattintani, és akkor alul följön egy ilyen menüsor, és ott van egy élő közvetítés, az piros jellel van jelölve nekem az élő közvetítés, akkor rányomja az ember, és elindítja, és ilyen egyszerű. Nagyon egyszerű ezt az élő közvetítést elindítani, úgyhogy nyugodtan bárki otthonról is elmondhatja a véleményét, és elküldheti a linket. Jó? Legyetek aktívak. Ne legyetek olyanok, mint akik gúzsba van kötve, és már csak úgy várja a halált, várja, hogy a kést áthúzzák a torkán. Hát ez magyar ember nem ilyen. Hát miért kell könyörögni? Nem tudom, miért kell könyörögni, igen, kérdezi a Katarina Klára, miért kell könyörögni? Azért, mert az embereket sokszor megvezették, sokszor kihozták, sok tüntetés volt, és Kásler Árpád is, ami nagyon jó szervező volt, és amikor a legnagyobb tüntetés volt a Dózsa György úton, akkor hazaküldte az embereket. De akkor is hibásak voltak az emberek, mert a Póka Laci rögtön bekiabálta a hangos bemondóval, hogy maradjatok itt, átveszük a tüntetést, át is vették, be lett jelentve a rendőrségnek, félpályás útlezárás lett bejelentve azonnal, ilyen flashmob-szerűen, engedélyezte a rendőrség is. Abból a rengeteg autóból, hát én nem tudom megszámolni, de iszonyatos több ezer autó volt az egész Dózsa-György úton, 17-en maradtak csak, mert mindenki a vezér után megy. Ha a vezér azt mondja, hogy nem tudom, be kell ugrani a kútba, akkor az emberek mind beugranak a kútba. Hát most egy kicsit túloztam, de az, ami ott volt a Dózsa-György úton, amikor a Kásler Árpád 3 napra hívta fel az embereket, és mégis első napon az nagy beszéde után hazaküldött mindenkit, az mutatta, hogy úgy működnek a magyarok, mint a birkák. Tehát, hogy megy elő a vezérűrű, ha balra megy, akkor balra mennek, ha jobbra megy, akkor jobbra mennek. Nem kell állandóan azt várni, hogy valaki fog benneteket vezetni, hanem önállóan el kell kezdeni próbálni magatokat vezetni, és szervezni, és más embereket vezetni. És ha a hülyeséget mond a vezér, ha a hülyeséget mondok én, ha a hülyeséget mond a Balogh István, nem kell követni. Akkor önállóan, mint a felnőtt ember, azt kell mondani, hogy nem megyünk el, itt maradunk. Ne bízzátok magatokat a vezetőkre. Legyetek önállóak, felnőtt emberek, autonomok, szuverének, harcosak, kiállóak. A Magyarországról van szó. Magyar nemzet sorsáról van szó, és nem mondhatnám egyáltalán, hogy itt a rendőrség gyötörne minket, teljes mértékben toleránsak, semmilyen igazoltatás nincsen. Tehát nem kell félni attól, hogy akkor most nem tudom, milyen represszió van, és problémája van, lesz valakinek azért, mert ide jön a Kossuth térre. Nem, semmilyen nincsen. Gyertek bátran, most már péntek van, ki lehet jönni munka után, a nyugdíjasok kijöhetnek most délelőtt is, és 22-én mindenkit nagy szeretettel várunk, hogy legyünk itt sokkal, mutassuk meg, hogy a civilek többen vannak, mint azok, akik valamilyen párthoz mennek másnap, 23-án. Legyünk önállóak, felnőttek. Most befejezem az élő közvetítést, és várunk benneteket szeretettel.